készült az Európai Unió támogatásával, Mezőkövesdváros önkormányzata megbízásából. A gerincvezeték lefektetési munkálatai teljes egészében befejeződtek Mezőkövesden. Elmondható most már a mai nappal, hogy a gerincvezeték teljes hosszában a föld alatt van. A minősítése is 1-2 kilométer szakasz hiány minősítve van, tehát víztartási, mind a kamerás vizsgálata megfelelő. Az átemelőknek az építése tulajdonképpen készen van, tehát a szerkezete már régen elkészült, gépészeti szerelésük is elkészültek. Most a elműs bekötésekre várunk, az elektromos bekötésekre várunk. Ezek is két kisebb átemelőnél, a Szegfő utcánál, illetve a Dávid utcában, ezeken a héten el fognak készülni. Ezt követően üzembe fogják helyezni az átemelőket, így ezeken a területeken is megkezdődhet majd a lakossági rákötések építése. Az utak aszfaltozása hetek óta gőzerővel zajlik a városban. 4,5 méternél keskenyebb utaknak az aszfaltozásával a tervezett 64 ezer négyzetméterből már 60 ezer négyzetmétert leaszfaltoztunk, így egy cirka 4 ezer négyzetméter marad hátra. Ezek, hogyha az alépítmények elkészülnek, tehát útalapok, CK-t és útburkolatok elkészülnek, akkor ezeket azonnal, természetesen, hogyha az időjárás engedi, ezeket azonnal elvégezzük, illetve befejezzük ezeket a munkákat. A középső városrészben a 4,5 méter alatti utak közül a Lehel utca, a Bemafó utca, a Gergely utca, a Farkas Márton utca és a Lajos köztérségében a gerincvezeték minősítése a napokban teljes egészében befejeződik. Ennek köszönhetően a kivitelező cég szakemberei itt is megkezdik az aszfaltozás előkészítését az elkövetkezendő napokban. Az útalap helyreállítása, illetve ilyen süllyedés javításokat a héten, a jövő hét közepéig el tudjuk végezni. Tehát várhatóan a jövő hét közepe vége felé el fogjuk tudni kezdeni. Természetesen ez nagyban befolyásolja az időjárás, szóval mikor tudunk ezekhez a munkálatokhoz hozzákezdeni. A 4,5 méternél szélesebb utak, mint például a Szomolyai út, a Gál István út és a Teréz utca teljes aszfaltozására városunk önkormányzata saját költségvetéséből is biztosít forrást. Az itt zajló munkálatok is mintegy 95%-ban elkészültek, és várhatóan egy-két napon belül teljesen be is fejeződnek. Ez összességében mintegy 41 ezer négyzetméteres területet jelent. Szeptember végétől elindultak a lakossági rákötés munkálatai. A hídépítő ZRT szakemberei több száz ingatlan bekötését végezték el az elmúlt másfél hónapban. A 2265 bekötésből, ugye tervezett bekötésből 500 darab bekötés készült el, tehát az ingatlanon belüli része is ezeknek már elkészült. Ez javarészt hogyha itt nézem a projektet, a Ady Endre utca környéke, Szomolyai utca, Szemere Bertalan, Akácz utca, tehát az Ötvös utcával bezáró részig készültek el. Ez egy haladási irány, amit saját magunk választottunk magunknak. Hát igyekszünk még jobban felgyorsítani a munkálatokat, tehát még több embert, még több gépet eszközt bevonni, az, hogy a kitűzött határidőt tartassuk. A szakemberek a lakossági rákötéseket az időjárás függvényében gyakorlatilag az első keményebb fagyok beköszöntéig tudják végezni. Azok az ingatlanok, melyek kimaradnak ebben az évben, jövőre csatlakozhatnak majd rá a szennyvízhálózatra. Annyit kérnék esetleg, hogy nyugodtan szóljanak nekünk is a lakók, vagy akinek csináljuk a bekötést, hogy egy bekötést, amelyikbe belekezd a vállalkozó és elkezdi, azt végig kell csinálni, tehát onnan nem mehet el. És hogyha van ilyen probléma, az, hogy ott hagyják, nem jönnek vissza, akkor azonnal szóljanak nekünk, és akkor ebbe azonnal tudunk segíteni, hogy minél kevesebb ideig zavarjuk a ott lakóknak a nyugalmát ezzel az építkezéssel. A szakember a továbbiakban is kéri a beruházásban érintett területen élő lakosok türelmét és megértését a munkálatok kellemetlenségei miatt. A lakossági házi bekötések állásáról és folyamatáról a Mezőkövesdi újságban tájékozódhatnak. A projekt a Mezőkövesd város szennyvízcsatorna hálózatának fejlesztése, a lakosság életminőségének javítása és a települési környezetvédelme érdekében című Európai Uniós pályázat keretében valósul meg. Készült az Európai Unió támogatásával, Mezőkövesdváros önkormányzata megbízásából.